Bő egy évvel ezelőtt ültünk itt szembe Bartagusszávúra, és akkor az Invitelről beszélgettünk. Hát az Invitel azért nem egy akármilyen telekommunikációs társaság, nem jó ez a kifejezés, hogy társaság szerintem, hanem szolgáltató vállalat, amely sok mindent adott nekünk az elmúlt évben. Anélkül, hogy én itt bugy után elkezdeném sorogatni, arra kérem igazatot, hogy inkább ő mondja el, amit el kell mondanunk ahhoz, hogy tudja a dolgozó, hogy kivel állunk mi szemben, amikor kapunk egy szép inviteles borítékot, mint tegnap kaptunk tájékoztatót. Igen, hát üdvözlöm én is a kedves nézőket. Az elmúlt egy év, ugye egy évvel ezelőtt találkoztunk, közel egy évvel ezelőtt találkoztunk, munkásan telt el az Invitel életébe is. Rengeteg új fejlesztést vittünk végbe, és még fogunk is az év hátra lévő hónapjaiba. Célul tűztük ki azt, hogy a meglévő előfizetőink és a leendő előfizetőinknek is az otthoni tévézést és internetezést egy szórakoztató élményé tegyük, és ennek érdekében végeztük a fejlesztéseinket. Fejlesztéseink két vonalon történtek, egyrészt műszaki oldalon, másik rész pedig a marketingen belül ugye a szolgáltatási csomagainkat változtattuk meg. Ha már a csomagok szóba kerülnek, mi november 20-án beszélgetünk, november 19-én, tehát tegnap kaptam, mondom nem csak én, hanem mindenki, aki az Invitellel munkakapcsolatban van, egy szép vastag borítékot, amelyben egy csomó olyan adat szerepelt, amely arra utal, hogy tényleg törődnek velünk. Én ilyen szép dolgokat láttam benne, hogy mixer, SML, meg XL, meg egyébként, mik ezek? Igen, egy új csomagportfóliót vezettünk be, ami az Invitel életében is egy újdonság. Ez a mixer névre hallgat, és ahogy a neve is utal rá, összeválogattuk azokat a szolgáltatásokat, illetve egy részében maga az előfizető tudja összeválogatni magának a szolgáltatás portfóliót, és ugye, ahogy elhangzott már, ugye a méretekre utalnak a Mixer S, M, L és X mint a ruhában, vezetés, ugye, így van, mint a ruhában, tehát a kis csomagoktól egészen a nagy csomagokig válogathatnak az előfizetőink. Ez ugye azt akarja, hogy a TV csatorna kiosztásban a kisebb csomagoktól egészen a nagy családi csomagokig, illetve az internet sávszélességnél a minimális 1 megás sávszélességtől 10 megáig tudnak válogatni, valamint a telefonba is belekerültek olyan opciók, amivel akár ingyenesen is telefonálhatunk, és nem csak inviteles-inviteleseseinkkel, hanem az összes belföldi hálózatba kifele menve 0 forintos percdíjjal telefonálhatunk. Ez hadd ragadja meg az alkalmat, mert én azok közé tartozom, akik, hogyha valami hibát észlelnek, és néha azért előfordul, hogy adáskimaradás van, akkor hívja az eddig ismert 4-jegyű számot, ahol elmondja a gép, hogy ez a hívás, ez a vonalas telefonon az ország minden részéből ingyenes. És amikor jön az én, nem vagyok telefon szempontjából inviteles, amikor jön a telefonszámlám, a hoppádi csomagot használom, akkor ezeket a beszélgetéseket sorra kiszámlázzák nekem olyan díjjal, minthogyha hívnám az ön 20-as mobiliát, vagy a unokám 70-esét, tehát jó pénzért, és mivel ez a bejelentés ezáltal úgy zajlik, hogy egy automata azt mondja, hogy utána nyomjam meg ezt, és azt is megmondom, utána elmondják a legújabb dolgokat, tehát még 3 percig csak tájékoztatnak engem, míg oda jutok a hozzáértőhöz, aki valahol a világ végén jelentkezik, és akkor meg elmondom a magam, tehát lényeg, ez most mit jelentett ez a mondat, hogy eznek most már vége lehet? Így van, tehát van a telefonszolgáltatásunkban is különböző nagyságú csomagok, és a legnagyobb csomagunk, abban a vezetékes hívások belföldi hálózatban teljesen ingyenesek. Független akkor is, attól, hogyha nem inviteles. Így van, független attól, hogy a előfizető, aki indítja a hívást, ugye ezek igen, mi igen. Invitelesek vagyunk, és hívás irányba, tehát mondjuk a konkurencia irányába, ezek mind 0 forintos percdíjak, ezért kell átjönni hozzánk. És ez mibe fér az bele, melyik csomagba? Ez az Otthon Max csomagunkba fér bele, és ez is a Mixer csomagunk egy része. Ha már a tegnapi levél szóba kerül. Mi általában hajlamosak vagyunk arra, hogy azt hiszük, hogy Kelet-Magyarországból áll a világ, és amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor nagyjából úgy orientálódtunk, hogy Hajdú-Szoboszlótól Nyírbátoron át Fehérgyarmatig jártuk be a területet, és én ott látom a felsorolásban, hogy ugyan már, hát az ország különböző részein ott felsorolja az egyik tájékoztató, hogy csomagokban mi minden kerül be, új, prohét, meg mit tudom én mi. Tehát nehogy azt higgyük, hogy csak itt a kelet-magyarországi részen van Invitel.
Így van, tehát országos cég az Invitel Telekommunikáció ZRT, Magyarország közel 25%-át fedjük le hálózattal, tehát így tudunk szolgáltatni, és ugye mi itt kis hazánk keleti részét erőltetjük, hogy állandóan, mert itt élünk, de ez országosan Szeged, Békéscsaba, Siklós, Baja, a Balaton partján is Siófok, Hévíz, fönt Budapest környékén, Gödöllő, Vác, Szigetszent, Miklós, tehát egész országos lefedettség. Na most, ha már a keleti résznek a erőltetése szerepel, tehát én megmutattam itt az előbb, örömmel olvastam, hogy Nyírbátorban telepont. Így van. A telepont az hívható ilyen telefonról is, mint az enyém, és akkor az, mivel a csomag ugye 5000 percig ingyenes, akkor az is ingyenes, és akkor tudunk a kisasszonnyal, vagy aki éppen felvesz a telefont beszélgetni, meg önnek is van olyan száma, ami hívható az én vonalamról is ezen a ditételen. Telepont, meg a Fehér Gyarmat, meg Máté Szalka, meg egyenek. Valamikor a régi szép időkben itt alattunk, ahol mi beszélgetünk, volt az akkori szolgáltatónak egy irodája. Nem betődött még fel nagy berkekben, hogy mondjuk egy meghatározott napon például a különböző szolgáltatók a hét egy napján egy munkatársal kijönnek, és egy bérelt helyen, itt helyben fogadják a esetleges kéréseket, ötleteket, javaslatokat, és nem kell elmennünk Nyírbátorban 40 kilométerre. Nem került még a szó, hogy esetleg Fehér Gyarmaton, vagy máshol is így lenne egy ilyen heti, egyszeri kirendeltség és fogadás, és ott intéznénk az ingviteles problémáinkat? De elébe mentél no. a mondandómnak. Igen, tehát a keleti régióban most jelen pillanatban Füzesabony, ahol egy ilyen ideglenes kitelepüléssel rendelkezünk, és tervezünk ide is Fehérgyarmatra. Ez ugyan, ahogy elmondta, tehát a hét egy bizonyos napján, ezt majd meg fogjuk találni, hogy melyik az, amelyik az ügyfeleinknek a legjobban megfelel, és akkor egy napon kvázi mint egy kitelepülés, egy kitelepült telepont fogunk itt szolgáltatni, és értékesíteni a szolgáltatásainkat, és ha már Fehérgyarmatnál tartunk, akkor a műszaki fejlesztés is a következő év első negyed évében van betervezve, ami azt jelenti, hogy Fehérgyarmaton is megjelenik a digitális szolgáltatás, és a magasabb sávszélességű internet, ami 50 megáll. Mi mindent tesz ez lehetővé, mert itt akik nyöszörögünk, kesergünk, az nem csak azon, hogy nem tudjuk összefüggésében nézni interneten keresztül valamelyik tévécsatorna műsorát, mert megszakadt, lehet, hogy nem ez a jó kifejezés, meg minden másnál is mondjuk 5 percet kell várni, ami begerjed a mi rendszert, akkor ez automatikusan azt is jelenti, hogy ezek úgy mennek majd, mint a villám, olyan gyorsan? Így van, tehát a jelenlegi internet sávszélesség, amit itt Fehérgyarmaton tudunk biztosítani, az 1-től 10 megáig van, és az új fejlesztések után 50 megáig tudjuk adni, tehát kvázi megötszörözzük. A digitális televízió az pedig ugye, ahogy tudjuk, az a jelen és a jövő. Tehát ami a digitális televíziózás jelenti, az pedig az, hogy adni fogunk egy úgynevezett set-top boxot a kedves előfizetőinknek, és kvázi ezt dugják rá a televíziójukra, és a set-top box fogja például beállítani a csatornákat, el lehet felejteni a papíralapú műsorújságot, mert elektronikus műsorújság lesz. Ez a set-top box alkalmas arra, hogy felvehető, megállítható és visszatekerhető adással ne akkor nézzük meg a sportműsort, amikor akarjuk, vagy amikor nem vagyunk otthon, hanem később 250 órányi adást tud rögzíteni. Ez lesz a következő. Ezt magyarra hadd fordítsam le. Tehát most, amikor szóba kerülnek itt a mindenféle más egyéb cégek, akkor többek között engem is, meg másokat is az riaszt attól, hogy ott minden, nekem most nem vágok fel, 5 helyen van televíziókészülék, a lakás különböző helyen, hogy akárhová megyek, mindenhol tudjak nézni, és ez lehet, hogy nem szabályos, de egy elosztóról, tehát egy csatlakozási pontról, amit fizetek az Invitelnek, arról mindez 5 televízión viszonylag elfogadható minőségű képet látok. Ebben az új rendszerben, akkor nekem majd 5 boxot kell vennem, vagy ugyanúgy megy ez, nem tudom érted, hogy mit kérdezek. Igen, nem feltétlenül, ugyanis ha mondjuk a nappaliba van egy tévé, amire a digitális szolgáltatást adjuk, attól függetlenül a többi 4 tévén mondjuk a lakásban az analóg jelet továbbra is ingyenesen biztosítjuk. Tehát akkor az nem, amit a box ad, azt az csak azon az egyen. Így van. De az össze...
De az összes többi csatornában marad az analóg kínálatban van, az az összes többi televízión fogható, és ezért nem kérünk plusz pénzt. De hogyha én máshol is, butát kérdezek, máshol is ugyanilyen válogatást szeretnék, akkor oda veszek is még digitál, egy boxot, de azért az nem első, fizetni kell. Így van, az első setup box az ingyenes, a további setup boxok pedig attól függően, hogy mit tudnak ezek a setup boxok, maximum 1400 forint. És azzal ki van fizetve, minden egyszer kell megvenni? Vagy havonta ezzel? Ez havonta, igen. Igen. Ezről mi most elmondjuk december 2012. november 20-án. Mikor hívhatom én telefonon Bata Gusztáv urat, ha nem így lesz, tehát mikor lesz ez emberi számítás? Ez a jövő év első fél évében van. 2013. március végén én már dörömbölhetek. Első fél éve, tehát június, nyár elején. Így van. Tehát most ennek, mert én látom itt a fiúkat, a város különböző pontjain mesterkedni munkát. Már ez ennek az előjel. Én most ezt akarom kérdezni. Tehát ennek van egy technikai feltétele, hogy vezetéket kell cserélni, földbe kell húzni, fölül kell húzni és egyebek? Így van, tehát ez egy műszaki beruházás, amely óriási költségekkel is jár, de ezt az itteni műszaki gárda meg fogja oldani. Nem kell az új vagy a régi vezetékeket kicserélni, hanem a különböző fejállomásokon kell állítani, és ott elvégezni a megfelelő műszaki. Tehát akkor ne úgy képzeljem én el, hogy ezt valahonnan a központból végig idáig vezetéket kellett kihúzni Fehérnél, mert a fejállomás azt tudja venni ezeket a jeleket. Így van, és most már digitális formában fogjuk továbbítani a jeleket, és az jut el így. És azért nagyon fontosak ezek a setup boxok az ügyfeleknek, mert ezek tudják fogni a digitális jeleket, és továbbítani a televízió felé. Az akciók között én olyat is láttam, hogyha valaki újonnan rugaszkodik neki, tehát most hall bennünket, nem a Invitel jóvoltából, hanem valamelyik más szolgáltató jóvoltából, de úgy gondolja, hogy ő Invitelre váltana, akkor különböző lehetőségeket kínálunk, mármint az Invitel. Így van, téli akción keretében három akcióról szeretnék beszélni. Az első akció az kimondottan új előfizetők részére szól. Azon új előfizetők, akik nálunk rendelnek meg szolgáltatást, bármelyik szolgáltatást ingyenesen biztosítjuk 3 hónapig, és ami nagyon jó, hogy ezt az ügyfél választhatja ki. Tehát előfizet. A bármelyik azt jelenti, hogy tehát nem lehet az, hogy a telefont is, meg a tévét is, meg nem, a internetet is, három közül egyiket, igen. Így van, és 3 hónapig átvállaljuk a hadidíját. Így van. A másik akciónk, abban már meglévő előfizetőnk is becsatlakozhatnak. Azon meglévő előfizetőnk, akik egy plusz új szolgáltatást rendelnek, tehát mondjuk kábel tévéje van, és mondjuk nincs telefonja, az még hozzárendel egy telefont, és ekkor részt vehet az eszközös akciónkban is. Ez eszközös ajánlatunk. 4 féle eszközt. Smart TV-t, LED TV-t, laptopot és Xbox 360 Kinectet. De most nem ezt a négyet, hanem ebből valamelyiket. Nem, ebből valamelyiket, igen, és ami nagyon fontos, hogy ezeket kamatmentes havi részletre biztosítjuk a előfizetőinek, ami azt jelenti, hogy mind a 4 eszköznél van egy egyszeri díj, ez általában 20.000 forint, 19.000 forint körüli díj, és utána a hűségidő alatt, a határozott szerződés alatt ez bizonyos összeg gel törleszti ezeket az eszközöket. Most nem úgy van, hogy egy 50.000 forintos televíziót kapok, 70.000 szépen. Nagyon fontos, hogy kamatmentes. Itt erre, tehát ha összeadják ezeket az összegeket az előfizetőknek, akkor annyi, mint a boltban. Így van. Nem vagyok becsapva, jó magyar. Nem, ezt azoknak az előfizetőink szeretnék adni, akinek mondjuk vagy nincs pénze, vagy nem akar kifizetni egy nagyobb összeget egy televízióért, egy kisebb összeggel már elviheti, és a karácsonyt ezzel boldoggá teheti. Most az olyan előfizető, mint például én is ezt kipletykálhatom, az én szerződésem december végén lejár, ami érdemben a televízióra és az internetre vonatkozott. Én megvoltam elégedve, hát azzal lennék megelégedve, hogy 1000 forintot kéne fizetni, és nem ugye nem járhatunk a felegekbe. Tehát az én számomra, mivel sajnos vagy szerencsére, mint már utaltam rá az előbb, egy másik témában a telefonnal hűségesküt kötöttem egy másik helyre, én nekem akkor semmi nincs. Ezt felejtsem el, hogy én szerződésben voltam az Invitellel. Nem leszek új szerződő, mivel lejár a... Automatikusan meghosszabbodik a hűség, így van, és ami nagyon fontos a határozott idejű szerződésnél, hogy ugyanazokkal a feltételekkel. Tehát a mai világban tudjuk, hogy holnap már emelkedik a kenyérára, és holnap után még drágább lesz. Ez a határozott idejű szerződésen belül, régi szóval a hűségidőn belül, mindig ugyanazt az összeget fogjuk számlázni, tehát ez a nagy előny a hűségidővel. És még egy harmadik akciót szeretnék megemlíteni, ami nagyon fontos, ez az invitáló akciónk.
ez a nevében... Én indítálom kendet, hogy jöjjön. Így van, tehát ha meg vagy elégedve a szolgáltatásunkkal, és ezt továbbítod olyan ügyfeleknek, akik nem a mi ügyfeleink, és ezek utána bejönnek, vagy valamilyen úton, módon szerződnek velünk, akkor téged is jutalmazunk 5000 forint havidíj kedvezménnyel, és az új ügyfelet pedig 2000 forint. Egyszerű 5000 forint? Egyszerű 5000 forint, de ha ezt ügyesen beosztja az ember, minden hónapban hoz egy új ügyfelet, akkor minden hónapban 5000 forinttal csökken a havi számlája. Most eszembe jut a újságíróskodásomból, ugye 30 évig írtam az újságot, és egyik a heti szerkesztő kollega felhívott, hogy te Karcsi, akarsz keresni? Hát mondom, hogy ne? Első oldalra hozzá egy hirdetést. 1.200.000 forint a hirdetés, abból 10% a tiéd. Nos, hogyha ez úgy lenne, hogy az ember ugye leakaszthatná az 1.200.000-es, vagy itt is az, de biztos van még olyan, aki... Ez, de ez van, érdemes így van, olyan. Így van, tehát ha valaki hoz egy új ügyfelet, ennek ez a lényege, igen. Akkor mind a két félt, a hozó ügyfelet, az invitáló igen. Ügyfelet, az 5.000 forint havidíj kedvezménye, akit pedig beinvitáltunk, az pedig 2.000 forint kedvezményben részt. Már az invitálás szóba kerül, invitálnak most itt bennünket mindenféle új kereskedelmi csatornák nézésére. Mi mit tudunk a fehérgyarmati kábeltelevízió jóvoltából a szuper dolgok közül most nézni azért a pénzért, ami eddig volt? Ugye két csatornáról van szó, amit már most elindított, így van. A jó hír az, hogy a Szuper TV2-vel megállapodtunk, és Fehérgyarmaton is a következő hónaptól az analóg... 2012. december. Így van, az analóg csatorna kiosztásban, ezek a családi csomagban, így van, sugárzásra került ezt jelleggel, ebben nem az esztendőben nem kell plusz pénzt fizetni, tehát kvázi megmutatjuk az új csatornát. A másik csatorna, a RTL2-ben pedig tárgyalásban vagyunk, és mihez is megszületik az eredmény, akkor tájékoztatni fogjuk az ügyfeleket, ahogy szoktad mondani, a borítékba. Igen, majd kapunk egy irkát, és abban fel a sorolva, hogy mind a dolgok jelenlegi állása szerint nem fogunk érte plusz pénzt fizetni, és bővül a családi csomag csatorna száma, vagy valami kikerül majd belőle. Nem, ez pluszban, ez most jelen pillanatban pluszban, és utána, amikor ugye említettem, hogy a digitális átállás is megtörténik Fehérgyarmaton is, ott is nyilván belekerül a megfelelő csomagba, és ezek nem jelentenek plusz költségeket most jelen pillanatban az előfizetőinknek. A házi úrnak, vagy a házi asszonynak nem kell semmi különleges eljáráshoz folyamodnia, végighajtja a kínálatot, és decemberben automatikusan ott fogja találni valahol valamelyik csatornánál. Teljesen automatikusan nem biztos, attól függ, hogy milyen tévékészüléke van, így van, de a digitális átállásnál ez is nagy előny, hogyha berakunk egy új csatornát, akkor azt nem kell keresni az ügyfélnek, hanem a setup box azt be fogja rakni a megfelelő helyre, abba a csatorna számba, amiben mi az. Na vissza még a mi telepontjainkra. Tehát ez a telepont, ez amíg nincs Fehérgyarmaton kirendeltség, ez Nyírbátorban, a Bátori utcában, illetőleg hát a normál körülmények között 610-610-es telefonszámon, mint ahogy megtudtam, ugye? Ez egy egyszerű, könnyen megjegyezhető. Ezen tehát hívhatók, és ott a szerződés megújítás, vagy bármilyen kapcsolatról az ember ismereteket szerezhet, de interneten weboldal is van. Így van, megújult a weboldalunk is, a www.invitel.hu oldalra, ha kattintanak a kedves előfizetőnk, akkor látni fogják, hogy egy teljesen új webes felületet alakítottunk ki, kvázi egy szolgáltatás lefedő szoftvert raktunk fel, ami azt jelenti, hogyha beírja a kedves ügyfél, hogy ő hol lakik, milyen utcán, milyen házszám alatt, akkor ki fogja dobni neki a rendszer, hogy milyen szolgáltatást tudott igénybe venni, azok közül tud válogatni, és egy kattintással akár meg is tudja rendelni. Tehát magyarul akkor meggyőződött arról, hogy még az RTL2-t nem tudom nézni, azt is meg tudja, a csatornakiosztásokat is le tudja osztani, de ez azért nagyon fontos, hogy ha esetleg olyan területen lakik, ahol nekünk nincs szolgáltatásunk, igen. Akkor azt látni fogja, hogy ott esetleg milyen szolgáltatást tudunk neki nyújtani. Ennyi jó után egy kevésbé jót, bár lehet, hogy ebben nem vagyunk kompetensek, ma reggeli hír, hogy végül is méterenként a kábel után 100 forint díjat fog felszámolni majd a szolgáltató felé, ez nagyon rossz magyarság. Állambácsi adók szempontjából. Nálunk, mondjuk Fehérgyarmaton, az a 7-8 kilométernyi szakasz, amin van vezeték, az megoszlik, vagy közel 2000 előfizető között. Míg Pesten mondjuk egy 250 méteres szakaszra jut 10 000 előfizető, csak mondok, nem jók ezek a számok, de úgy sejteti az emberre, hogy nem mindegy, hogy én egy tanyán lakom kint, és odahúznak egy vezetéket, 100 forintnak is egy a vége. Van arról már szó, hogy ha sor kerül ennek a fogyasztó felé való
kiszámlázására, akkor ez egy egyenértékes lesz országosan, vagy Fehérgyarmaton lehet, hogy 80 fillért fogunk kilométerenként fizetni, Nyírbátorban meg 1 forint 60-at? Nem, érthető, de ez természetesen mindenkinek ugyanannyi lesz. Díjat fog jelenteni. Így van, így van. Konkrétumokról meg nem tudok beszélni, de ez mindenkinél. Ahol mi szolgáltatunk, ott mindenkinek ugyanannyit kell majd ezért fizetnie. Ha úgy dönt a vállalat, hogy ezt átterheli az ügyfelekre, mert ugye volt az áfa emelés is a 2%-os, amit nem terheltünk át az ügyfeleinkre, egyedüli szolgáltatóként Magyarországon. Én igyekeztem minden olyat megkérdezni, amit meg kellett kérdezzek, mert a nézők kérdezték tőle, meg engem is izgatott. Ha valamit kihagytunk, akkor örömmel fogadjuk. Szerintem beszéltünk mindenről, ami tehát most ha fontos. Egy év múlva jön a tetemre hívás, reméljük, hogy mi. Igen, akkor már az új szolgáltatásokról tudom majd beszélni, a digitális szolgáltatásról. Mert itt soha nem áll meg a világ. Nem, folyamatosan fejlesztünk, és nem is állhat meg, mert amit célul tűztünk ki a szórakoztatás élményének a növelését, azt csak így tudjuk megvalósítani, ha folyamatosan fejlesztjük a rendszereinket. Még búcsúzóan annyit, hogy végül is, ahol fát vágnak, ott hullik a forgács, tehát menet közben ez elképzelhetetlen, hogy valami technikai hiba ne kerüljön a rendszerbe. Van erre valami belső kádencia, hogy már pedig a bejelentéstől számít, hogy csak mondok valamit, 2,5 órán belül ki kell javítani? Így van, erre törvényi előírásaink vannak, tehát a hiba bejelentést azt ugye telefonon lehet csak megtennünk, és ezt rögzíti egy rendszer, és utána nekünk törvényi kötelezettségünk az, hogy azt mi megvizsgáljuk és megjavítsuk. Van olyan eset, amikor csak úgymond lati megoldást is tudunk eszközölni, tehát az internet esetében a modemre távfelügyelőbe rá tudunk nézni, és lehet, hogy tudunk rajta állítani, de ha olyan a hiba jelleg, hogy ki kell menni, akkor a szellőnk személyesen ki fognak menni, és megoldják. Hadd mondjam el, hogy ugye én, mivel kimaradás volt, és én jeleztem, még arra is megkérdezték a telefonszámot, mondtam, és akkor egy úr visszahívott engem, igaz, hogy vagy 2 nappal később, hogy a hibát kijavítottuk, köszönjük szépen, hogy jelezte. Tehát úgy már ideig is eljutottunk, igen, hogy érjen a kedves ügyfél, hogyha már egyszer hozzánk fordult, akkor segítsünk rajta. Igen, reméljük, hogy az átállással, a digitális átállással sokkal kevesebb műszaki probléma lesz. Így van. Így legyen. Köszönöm szépen.